Szia, sziasztok, köszöntelek titeket egy új videóban. Most egy már 10 éve felhagyott megállóhelyet fogok nektek bemutatni, a Gödöllői hévonalán vagyunk, és a Hungaroring nevű megállóhelynél vagyunk jelenleg. Látjátok, az infrastruktúra az nem valami nagy, két oldalt peron. És egyébként most Magyaród felé nézünk. Arra van Magyaród, a túloldalt pedig Szilasliget. Szilasliget arra fele. Ez a megállóhely, ez kb. Félúton van a két megálló között. Magyaródtól is egy Szilasliget, ez ugye másfél kilométerre. És itt 2009-ben állt meg utoljára a hévszerelvény, de már akkor is csak a Forma 1-es nagy díj hétvége alatt. Maga a megállóhely egyébként olyan az első Forma 1-es futam környékén, 1986 környékén épülhetett. És már akkor is az volt a terv, azért épült pont ide. Egyrészt, mert a légvonalban a pálya innen van a legközelebb. Tehát, hogyha megnézitek, akkor ott, ahol a villanypóznák látszanak a háttérbe, egy kicsit meg akarok rázumolni, hát hogyha. Arra fele van a pálya, de itt út nem vezet a pálya fele, tehát itt torony iránt, ha az ember megindul arra, tehát tényleg ugye követve a póznákat, van a közelben a pálya, egy olyan kb. 2-3 km. Ez nagyon látszik innen. De mondom, ott a villanypóznák nyomvonalában van. Viszont az volt a terv egyébként, azért is épült pont ide, mert egyébként a Szilasligeti megállóhely az nem sokkal van messzebb a pályától, olyan minimális, ilyen 50-60 méter különbség van. Viszont ott van egy kiépített, hát ott egy mellékutca vezet egyenesen fölfele a pályához. Tehát sokkal, meg ott jobban ki is van táblázni, merre kell menni. De a terv az volt, hogy épült volna itt egy egyvágányú szárnyvonal, ahol ezen a környéken, itt ott valahol kiágazva, amelyik a pályához vezetett volna be. Aztán jól emlékszem, vagy olyasmi volt, hogy beakadták vonni itt a Hungaroring Sport ZLT-t is, vagy még annak az elődjét, amikor ezt tervezték, viszont nem akart hozzájárulni, vagy nem adott eleget, valami ilyesmi volt, tehát szárnyvonal sose épült meg. Nem is biztos, hogy lett volna értelme egyébként, igazából évente egyszer-kétszer lett volna kihasználva, hát gyakorlatilag a legnagyobb forgalom az Forma 1-es nagydíj hétvége, valami 3 nap egy évben. Ugye más rendezvények is vannak a ringen, de az töredéknyi nézőt vonz ide. Tehát nem biztos, hogy ez így megérte volna, fenntartani csak azért egy szárnyvonalat. De az is tény, hogy amikor Forma 1 van, akkor viszont tömegek jönnek. De nagy díjra, és akkor a hév is átlagon felül ki van terhelve, mert még mindig ez a legbiztosabb eljutási mód ide. Mert ugye nyilván a közutakon dugó van, ugye vannak külön buszok is, de hogyha dugó van, akkor a busz se tud haladni. A menetrend szerinti buszok is tele vannak, meg nyilván az autópályán tud jönni, vagy pedig ott itt a hármas úton mellette a közút fele. A hév az egyetlen kötött pálya Hungaroring fele. Ugye mutatok valami érdekességet. Van egy ilyen lámpa, egy feljáró. Most itt ez arra jó, hogy autóval ide föl lehet jönni. Tehát rengetegszer volt, amikor Forma 1-es hétvége volt, 1995-ben Becshiadásról láttam is ilyen felvételt, hogy itt ilyen magánautók, meg ilyen mezítlábas taxik, hát nyilván illegálisan, de hordták a pályára a népet, akik itt szálltak le. És látjátok, elgyalogoltam ide a peron végéig, és én a 23. kilométernél van, a 23-as szelvénykőnél van maga a megálló, ha itt kezdődik. Tessék, itt van a 23. szelvénykő. Egyébként még egy kis érdekesség, hogy újabban ismét felvetették ezt a régi szárnyvonal ötletét. A Gödöllői hév felújítása kapcsán is volt erről szó, a Rákoskeresztúri szárnyvonal mellett erről is volt szó, hogy a Hungaroringi szárnyvonalat is tervbe vették, ismét megépítik. Ez még az M2 Gödöllői hév összekötése projektben is benne van. Hát, hogy a Hungaroringi szárnyvonalnak lenne értelme most ilyen téren, hogy azért az évi egy-két alkalom él, mikor tényleg na, nagy a tömeg, hát az nem biztos, de hogyha szerintem, hogyha meg is épül, akkor az csak úgy lenne, jó, meg úgy lenne értelme, hogyha Hungaroring Sport tehet, és valamennyivel de beszállna, mert mégiscsak ez nekik épül. Ezen az oldalon is van egy feljáró, ahol autóval föl lehet jönni. Ez még érdekes, nem tudtam, hogy itt is van. Tehát meg az egyik feljáró. Hát az is látszik, hogy nem mostanában járt erre van bármi is. Teljesen belőtte a gaz. Itt autó már most tudom, mióta nem járhat. Viszont, és itt ráadásul van egy ilyen luk.
és hát egy ilyen aluljáró, ami egy hévtöltésre építettek. Hát és itt csak földút van, tehát lehet, hogy ezt is akkor, amikor a megállóhely épült, akkor épült az ide, mert hogy itt arrafelé a Hungaroringen kívül nincs más, és csak földutak vannak, nincsen rendes betonút se. Túloldalt meg szerintem a hármas útig lehet kimenni. Azt nem tudom, mert most én is erre biciklivel jöttem Magyaródról errefele, és itt ilyen alsóbb szalutakon, és arra visszafán biztos nem megyek, mert az borzalmas utak vannak arra. És akkor kis érdekesség, az aluljárónak a másik oldala. Itt látszik a tábla is, hogy 2,8 méter magas, mert ennyi magasságkorlátozás van, hát ebbe azért a legtöbb autó belefér. Személyautó legalábbis, hát más itt át se férne. Igazából szerintem személyautónál nagyobb az itt éppen hogy átfér, vagy nem, hát személyautó is még szerintem éppen csak átfér. Na, a vízhang az legalább jó. Na, csak egy gyors tesztet mindjárt végzek, hogy mennyire széles. Egy. Kettő. Tehát egy picivel több, mint 2 méter széles. És hát az 2 méter szélesség, hát abban maximum egy személyautó fér be. Ezt nézzétek, egy földút az vezet erre is. Hát én megkockáztatom, ezt az egész járhatónak tűnik. És ott a háttérben az már Szilasliget házai, tehát ott valószínűleg egy mellékutca is lesz, ahon még a megállóig el lehet menni. De a legjobb az volna, hogy a Kerepesig el lehetne itt valahol valamilyen alsóbb csapásokon menni, mert Kerepesnél tovább most nem jár a hévvágányzár miatt, tehát ott 2 megállót a pótlóbusszal kell áthidalni, ami viszont bajosan lehet, hát elvileg lehet biciklit szállítani, a pótlóbuszon meg van hirdetve, vagy akkor nem biztos, hogy fölfél. Meg hát mert a pótlóbusz össze-vissza kanyarog, mert az a kórházhoz is bemegy, meg többi, akkor már egyszerűbb, hogyha mellette a párhuzamosan vagy Kerepestől már van út, tehát azt le fogom tekerni biciklivel. És akkor már jobb lenne, akkor már Kerepesig elmenni, mert most arra az egy megálló, ami minek jegyet venni, legalábbis a biciklinek is kell. Tehát akkor minden kis tartsa kórházig elmennék biciklivel, és akkor csak ott szállnék fel a hévre. És akkor még ennyi van. Hát, itt van egy gyalogos lépcső is fel a töltésre, meg itt van a feljáró az autóknak. Tehát az autóval itt lehetett még fölmenni. És a régebben a mezítlábas taxisok is itt mentek föl, hogy a népet elhozzák. Egyébként csak annyi, hogy ilyen személyes élmény ezzel, majd lett volna, mert 2009-ben, amikor kimentem a Hungaroringre, ilyen rendes állójeggyel, ez 10 évvel ezelőtt volt, akkor még Gödöllő laktam, és a hévmenetrendet néztem, hogy Hungaroring van ilyen megállóhely, hát egy hónappal ezelőtt költöztem Gödöllőre, és még fogalmam sem volt, hogy hév, meg micsoda, hát egyszer-kétszer mentem vele be. Csak hát mindig, amikor Pestre mentem, akkoriban, akkor inkább vonattal mentem, nem hévvel, mert sokkal gyorsabb volt, meg kényelmesebb. És hát a hévet azt akkor még úgy voltam, hogy ilyen augusztus elején, mikor a Hungaroring volt, hogy jó, már egyszer kipróbáltam, vagy kétszer, mert hogy ilyen is van, nézzük meg, de mindig inkább vonattal, mert hogy az eleve a belvárosban, mert ugye a keleti az akkor még közelebb volt nekem mindenhez, hogy ez a belvárosban volt, meg gyorsabb is volt a menet idő, meg ráadásul, hogy gyors voltak, azok meg se álltak, sehol Gödöllő, tehát volt egy olyan vonat akkor még, hogy felszálltam rá Gödöllőn, leszálltam a keletibe, és nem állt meg sehol. És akkor kinéztem, ó, megáll Hungaroringen, nagyon jó, és aztán már a vonaton mondták, hogy ne azért Hungaroringen szállj le, hanem Szilasligeten, mert sokkal jobban jársz, mert ott egyrészt ki van táblázva, hogy merre kell menni, és nem is sokkal hosszabb, plusz ott tényleg az van, hogy ugyanígy megvoltak ezek a maszek autósok, hogy ilyen 3-400 forintokért felvittek volna egészen a ringig. Ugye mindenki, aki abban az utcában lakott, ahol mindenki vonult a ringre, akkor kinnált autóba, és akkor egy ajánlatta, hogy 300 forint, 400 forint, stb., és akkor felvisznek. Hát én még inkább felsétáltam, meg útbe esett egy pár kocsba a környéken, úgyhogy fel lehetett tankolni vízzel, sörrel, stb. De itt a Rongyidánt kell itt mindenen átmenni, de meg is mutatom veletek. Itt valahogy így van, hogy semmilyen távol nincs, tehát hogyha abszolút laikus vagy, meg azt se tudod, hogy merre vagy, leszállsz itt, egy darab távol nincsen kirakva, legalább egy nyíl, hogy arra indulj meg, de egyébként itt ezen az úton kell valahogy ott még tovább, és akkor vagy itt a Rongyidánt átvágva ezen a mezőn, akkor még nem volt itt ez a elkerített legelő villanypásztor, most azok a lovak vannak. Tehát akkoriban még azért tegyimetett, hogy ott a villanyvezetéket követve, és akkor tényleg itt Toronyirán megindulva egyenesen így előre, mint a második ukrán front, többi, akkor volt rövidebb, de sehol nem volt kitáblázva itt. Azért is zárt be, tehát 2009-ben még itt megálltak a futam idején, 2010-ben már nem, és azóta se áll meg itt semmi. Hungaroring megállóhelyet bemutató videó, ez ennyi lett volna. Rából mindjárt lemerül az aksi, úgyhogy még gyorsan ezt elmondom, de igazából
Már itt már meg 10 éve semmi, és nem is hiányzik igazából semmi, tehát erre megáll, hogy így nincs szükség. Ha megépülne a szárnyvonal innen, akkor lenne értelme, meg megállni itt, akkor sem lenne értelme, akkor is felesleges lenne itt megállni, hanem csak addig, ameddig ugye leszáll a személyzet és váltót kezel. Aztán tovább megy, de hát itt személyi forgalom azt hiszem soha többet nem lesz, és igazából nincs is rá igény. Mert mondom, Szilasséget is kb. Egy olyan 50 méterre, vagy maximum egy 50-100 méterre van messzebb a ringtől, de ott legalább van kiépített út. Úgyhogy akkor ennyi, köszönöm, ezt is megnéztétek, akkor sziasztok, és találkozom a következő videóban. Hali, hali.